Elhagytuk már a kedreggel 9 órát, és jó reggelt kívánok minden süsfelnap hallgatónak, és jó reggelt kívánok a vonalban lévő dr. Berecki Péternek, Dunaharaszti házi orvosnak, a Dunaharasztiban lévő egészségügyért felelős alpolgármesternek. Fontos témáról beszélgetünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek is! És hát ugye, amit mondtam, hogy fontos téma, ezt már én egyébként az előző fél órában felvetettem, prostata szűrés zajlik Dunaharasztin ingyenesen, és hát ez ma is aktuális lesz, hiszen múlt héten kedden is volt, ma is lesz, és jövő hét kedden is lesz. Az időpontokra majd mindjárt visszatérünk, de hát első körben beszélgessünk arról, doktor úr, hogy miért fontos, hogy elmenjenek az urak, és egyáltalán korosztályilag hány éves urakat várnak ezekre a szűrésekre? Igen. De a Dunaharaszti önkormányzata évtizedek óta végez szűréseket, nagy gondot fordít a lakosainak egészségének megőrzésére és a betegségek megelőzésére. A legrégebbi szűrés az a tüdőszűrés, amióta ugye nem kötelező már tüdőszűrésre elmenni, azóta is Dunaharasztin minden évben kitelepítjük, fizetünk érte, hogy ide jön a mobil szűrőállomás, és egy hónapig szűri a lakosokat. Ez egy nagyon fontos probléma most az ukrán háború kapcsán, és rengeteg TBC-s került be az országba. Azon kívül szűrjük a fiatal korosztályt, az iskolába készülő óvodásokat személyzeti, ortopédiai és filológiai egészségügyi szempontból. Bevezettük, hát jó pár éve, 15 éve talán a férfiak prostataszűrését, egy pár éve bevezettük a melanoma szűrést, az anyai szűrést is, és szűrőbuszt is járt már nálunk, és időszakosan ingyenes méhnyakrák szűrést is végzünk a veszélyeztetett korosztálynak. Minden tavasszal és minden ősszel megrendezzük az ingyenes prostataszűrést. A 45 év feletti férfiak részre elsősorban, azért mondom elsősorban, mert bárki elmehet erre a szűrésre, csak ugye tudjuk, hogy a korunk előre haladtával, ahogy csökkennek a hormonok, a prostata elkezd növekedni. A prostata az egy mirigyes szerv, ami a húgy hólyag alatt helyezkedik el, körbeveszi a húgysövet. Hogyha a prostata elkezd növekedni, akkor a vizelet kiürülése a hólyagból akadályozott. Felhívnám bizonyos riasztó tünetekre a figyelmet, amikor mindenképpen urológushoz kell fordulni. Ezek a szűrések egyébként ezt előzik meg. Tehát ha elakad a vizelet, vagy akadozik már akkor is, ha akadozik a vizelet, akkor is, hogyha éjszaka többször kell kimenni vécére, akkor is, hogyha csak rágondolunk, már is menni kell, tehát ilyen sürgető vizelési inger jelentkezik, vagy ha zavaros a vizelet, vagy ne adj Isten véres a vizelet, akkor is urológushoz kell fordulni. Egyébként a szexuális éles kapcsán jelentkező fájdalom is figyelmeztet arra, hogy a prostatával probléma lehet. A prostataszűrés úgy történik, hogy a doktor, jelen esetben Török Péter urológus főorvos, aki évek óta Harasztin működik, és ő végzi ezeket a szűréseket, a doktor elsősorban a végbénnyiláson keresztül megtapintja a prostatát, körbejárja, körbe tapintja, és a tapintásból már bizonyos jeleket tud leszűrni. Például, ha megnagyobbodott a prostata, egyébként normál esetben diony nagyságú a prostata. Szokták leírni, hogy zöld diony, ugye ez már egy nagyobb, sőt leírják a kisalmányi nagyságot is. Tehát a tapintásból az, hogy a felszínen milyen göbök vannak rajta, vagy például a prostata rák, az polckemény tapintatú. Uh-huh.
Ez az egyik vizsgálati módszer, ami nálunk honos, a másik pedig a prostatarák specifikus antigén vizsgálata vérvételből, ami szintén egy fontos információt ad arra, hogyha a baj megjelenik. Ezt ott helyben megcsinálják, vért vesznek, és egy pár percen belül eredményt is tud adni. Azt azért el kell mondani, hogy ez nem egy abszolút biztos paraméter, mert például, hogyha előző nap valaki biciklizik, vagy nem életet él, akkor ez a PSA, ez lehet emelkedett, és ez egy A pozitív eredményt ad, akkor ezt a főorvos úr kézben tartja, visszahívja, sőt behívja a Bajcsi kórházba, ahol dolgozik, ultrahangra, ott újra PSA-t vesznek. Tehát ilyen esetben mindig követi a beteg sorsát. De akkor ezt jó, hogy erre felhívta a figyelmet, hogyha esetleg valaki ma megy, vagy mondjuk akkor a jövő hét keddi alkalmat tűzi ki magának, hogy mondjuk akkor kerékpározni, illetve nem életet élni előző. Az ugye elég, hogyha mondjuk előző nap ezt igen, nem igen, igen. teszi? Igen. Uh-huh. Hát a kerékpározásnál azért pár napot ki kell hagyni. Uh-huh. Tehát ezeket a tevékenységeket akkor halasztani kell. Egyébként én az előző fél órában beszéltem arról, hogy én azt tapasztalom, hogy a hölgyeknél szinte már, hát a legtöbb hölgynek szinte már a naptárába be van írva, legalábbis én magamból indulok ki, hogy évente egyszer elmenjünk nőgyógyászati rákszűrésre. Viszont ezt a férfiaknál nem annyira tapasztalom. Mi lehet ennek az oka, és mit gondol, hogyan lehetne ezen egy picit javítani, hogy a férfiaknak is egyértelmű legyen, hogy évente egyszer azért mégiscsak elmenjen egy urológushoz? Hát igen, a férfiak általában, nem csak a prosztata szűrés kapcsán, de általában kevesebbet törődnek az egészségükkel. Hát ugye ennek az oka talán valószínűleg a férfi nemben rejlik, akik könnyebben veszik a dolgokat, sokszor önpusztító életmódot folytatnak, ezért is gyakoribb a májbetegségek, a tüdőbetegségek, ugye a fokozott dohányzás, a alkoholfogyasztás mértéktelensége miatt azért ezek a betegségek gyakrabban jelentkeznek. Hát nem tudom, azért pontosan erre nem tudok választatni, hogy a férfiak miért nem írják be a naptárjukba. Mi mindent elkövetünk. Tehát egy évben 6-szor végzünk ingyenes prosztataszűrést, ezt rádióban, televízióban, plakátokkal, rendelőben, szóban figyelmeztetjük a férfiakat, és általában azért el is megy az a 25 fő, akit a főorvos úr egy-egy vizsgálaton meg tud nézni. Tehát ugye fizikai korlátai vannak egy szűrésnek is. Ez a vizsgálat napján, tehát ma is 17 órától kezdődik a vizsgálat, de már 12-kor kiteszik a sorszámokat, és az első 25 fő az tud elmenni erre a vizsgálatra. Ezt akkor jó, hogy elmondta, hogy már déltől lehet menni. Ugye Dunaharasztin a Damjanics utca 32-es szám alatti orvosi rendelőről van szó, hogy ha valaki esetleg ma lecsúszik róla, akkor még jövő héten kedden is el tud menni október 31-én. Közben én azt olvasom, ez valóban így van, hogy hazánkban a férfiak daganat miatti elhalálozásának negyedik leggyakoribb oka a prostatarák? Igen, sajnos ez így van. A tüdőrák, a vastagbélrák megelőzi ezt a listát. Uh-huh. A prosztatarák is elég gyakori. Az a helyzet, hogy a prosztata ugye a hasban helyezkedik el, és sokszor nagyon alattomosan tünetek nélkül tud nőni. Tehát, hogyha ugye mondtam az elején, hogy körbefogja a húgycsövet, és hogyha nem a húgycső fele szűkül, nem a húgycső fele nő, akkor nagyon sokszor, tehát kifele inkább növekszik, akkor nagyon sokszor évekig észre se veszik a betegek szűrés nélkül, észre se veszik a betegek, hogy probléma van a prosztatával.
Évente egyszer egyébként elegendő elmenni szűrésre, bár csak ott tartanánk, hogy már évente egyszer elmennének az urak, de hogy egyébként elég egyszer? Igen. Nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy ez egy viszonylag lassan növekvő rák, és ezt évente egyszer elég lefolytatni a szűrést. Persze, ha panasz van, akkor azért azonnal vagy beszéljen a házorvosra, vagy egyenesen az urológiára. Most már nagyon könnyen elérhetőek az urológusok, a szakrendelőkben is van urológia, oda is be lehet jelentkezni, de nagyon sok magángyógyintézetbe is el lehet menni, hogyha probléma van, akkor ne várjunk ezzel. Uh-huh. Két dologról mindenképpen beszéljünk még. Az egyik, hogy hogyan lehet ezt megelőzni. A másik pedig, hogyha kiderül mondjuk egy ilyen vizsgálaton, hogy további vizsgálat szükséges, hogy ne adj Isten baj van, akkor azért azt olvasom, az jó hír, hogy az idejében felismert prostatarák gyógyítható, vagy legalábbis visszaszorítható. Igen. A prostatarákot egészen pontosan nem tudjuk, hogy mivel lehetne megelőzni, mint ahogy a többi rákot sem nagyon, kivéve mondjuk a dohányzás okozta a tüdőrákot, de az biztos, hogy a fűszeres, csípős ételek, a tömény alkoholok, amik fokozzák a prostatának a vérellátását, ezek mindenképpen rossz hatással vannak a prostatára. De mondom, pontosan nem tudjuk, hogy mi okozza. Nagyon-nagyon sok módszer, az utóbbi évben nagyon sok módszer, gyógyszer, operáció, kezelés fejlődött ki. Nyilván a legbiztosabb az, hogyha kiveszik a megbetegedett prostatát. Ezt most már újabban robotok is csinálják a Délpesti Kórházban, Tenke professzor úr óriási nagy szakember, és már pár lukon át ki tudja venni a prosztatát, úgyhogy nem sérül a hasonló izomzata. Azon kívül vannak a húgycsövön keresztül végzett beavatkozások, vannak sugárzó anyagok beültetése a prostatában, és van a gyógyszeres kezelés is. Azt jól értettem, hogy azt mondta, hogy robotok is végzik már ezt a beavatkozást a Délpesti Kórházban? Igen, hát az orvos irányítja a robotot, persze. Aha. Robotok által végzett műtétek. Ez így értendő. Igen, orvos, értem. Orvos, csinálja, de olyan precizitással tudja csinálni a robot, amit emberi kézzel nem biztos, hogy el lehet végezni. Uh-huh. Érdekes. Bocsánat, közbeszóltam még egy mondatába, úgyhogy azt nyugodtan fejezze be, csak ez a robotos dolog, ez így érdekelt. Igen? Igen, tehát a prostata ráknak is nagyon sok fajtája van, de szerencsére a legtöbb az ilyen lassan terjedő, leginkább a csontokba ad áttétet egyébként. Ezért figyelni kell a csontokat is, szintigránciával, röntgennel, hogyha bármilyen mozgásszerű panasza van a prosztatarákos betegnek, akkor azonnal ez irányban is gondolkozni kell. Nagyon jó gyógyszerek vannak rá, hormongyógyszerek, amik megnyújtják a beteg életét. Sokszor 15-20 évig él még a beteg a felfedezett prostatarákhoz képest. Igen, ez érdekes, amit mondott, hogy ugye azért is a 45 év felettieket várják első körben Dunaharasztin az ingyenes prostata vizsgálatra, de mint ahogy említette, a fiatalabbak is mehetnek, mert hogy a hormonális változások kiválthatják, tehát nagyobb kockázata lehet emiatt, mert a hormonháztartása a férfiaknak megváltozik így 40-45 felett? Igen, ugyanúgy, hogy a hölgyeknek a változókor, a férfiak is változókorba lépnek 45 körül, és elkezd a hormonok aránya elkezd változni.
csak sokkal lassabban, mint a hölgyeknél. Nem jelentkeznek azok a drámai tünetek, amikről a hölgyek panaszkodnak, hogy ezek a nagy leizzadások, hullámok, hangulatváltozások. Készülöknál lassabban megy, de már 45 év körül már elindulnak ezek a hormonális visszafejlődések, ami addig a prostatának a hormonjait egyensúlyba tartották, és a méretét, a működését rendbe tartották, ezeknek a változása már elindul 45 év fölött. Így utolsó, bocsásson meg, utolsó kérdésnek csak annyit szeretnék még feltenni mindenképpen, hogy ugye taglaltuk azt, hogy a férfiak kevésbé motiváltak ilyen vizsgálatokra elmenni, és talán, ahogyha mondhatom azt, akkor sokan tartanak tőle, hogy kellemetlen. Hát gondolom, hogy kellemetlen, de az még kellemetlenebb, hogyha az ember mondjuk későn veszi észre, hogy baj van. Ugye? Tehát nekünk hölgyeknek sem túl kellemes a vizsgálat, de hát muszáj, hogy tudjuk, hogy időben felismerjük, hogyha baj van. Igen. Hát általában azért ez nem fájdalmas, nem annyira fájdalmas, és körülbelül egy olyan 5 másodpercig kellemetlen érzés van a végbélben, ahogy az ujjával a fölvosul fölnyúl, de ez 5 másodpercet mindenki kibír. Ez így ha, van. Ha nagyon fájdalmas, akkor viszont egyéb baj is lehet. Például egy végbéldaganatot is fedezett már főorvos úr ilyen vizsgálat kapcsán. Úgyhogy én javaslom, hogy mindenképpen menjenek el szülővizsgálatokra egyében egyszer. Hát én is, meg pláne, hogy használják ki a Dunaharaszti urak, hogy van erre lehetőség ingyenesen Dunaharaszti, csak ugye, ahogy beszéltük, érdemes időben sorszámot húzni, tehát ma már délben lehet a Damjanich utca 32-es szám alatti orvosi rendelőben sorszámot húzni, 17 órakor kezdődik a vizsgálat, 31-én pedig ugyanez a helyzet. Kik azok, akik Dunaharasztin részt vehetnek ezeken a vizsgálatokon? Dunaharaszti lakcímmel rendelkező urak? Igen, hát miután az önkormányzat fizeti a főorvosulat és fizeti az asszisztenciát, ez nem TB támogatott szűrésnek számít, ezért a Dunaharaszti állandó lakcímmel rendelkező urak vehetik csak igénybe ezt a szolgáltatást. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy mindenre felhívta a figyelmünket, és tényleg érdemes, sőt, ajánlatos élni ezzel a lehetőséggel. Dr. Berecki Péterrel, Dunaharaszti házi orvossal, egészségügyért felelős alpolgármesterrel beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm a lehetőséget, további szép napot kívánok, viszontlátásra!